A megyei gyermek és serdülő labdarúgó bajnokság lebonyolítási rendszere szerint az egy klubhoz tartozó U13-as és U16-os csapatok egyazon napon és ugyanazon ellenfél ellen játszanak az adott fordulókban, így a mieink az utolsó hazai fellépésüket egyaránt a szomszédvár Sárit udvari ellen vívták. Az U13-as, illetve az U16-os bajnokságot Hajdúbél megyében már évek óta két csoportban bonyolítják, a kisebb utazási költségek, illetve az egyéb rendezési költségek miatt. A mi csapatunk a déli csoportba került, ahol 11 veszélytársa volt ebben a bajnokságban. A szokásoknak megfelelően ezúttal is a fiatalabbak, az U13-asok léptek elsőként pályára. A narancssárga mezes mieink, a harmadik, a piros mezben játszó vendégek a negyedik helyen álltak a találkozó előtt, mindössze egyetlen pont különbséggel, így igazi rangadóra került sor. A tét a csoport harmadik helyének a megszerzése volt. Ennél előrébb, s így a rájátszásra kerülésbe azonban már nem igazán van esély. A lebonyolítás szerint ugyanis a két csoport első két helyezettje folytathatja majd a versenyfutást a megyei dobogós helyezésekért. A bajnokság előtt úgy vágtunk neki, hogy nagyon jó lenne odaérni a rájátszást érő első két hely valamelyikére. Sajnos azt hozzá kell tenni, hogy a szezon előtt két játékosunk eligazolt Debrecenben, úgyhogy az ősz az elég kemény volt ebből a szempontból. Ennek megfelelően a bajnokság első felét a Hajdúszoboszló, a Józsa, a Berettyújfalu és a Sárit udvari mögött az ötödik helyen zárta a társaság. Az említett távozókat aztán menet közben szerencsére sikerült pótolni, méghozzá vidéki srácokkal. Így Nagy Rábéről három, valamint Karcagról, Sárit udvariból és Bárándról egy-egy játékos tagja immár a Károlyi alakulatnak, s nekik is köszönhetően az ősszel megszerzett 15 pontot már most 16-tal sikerült megtoldani, amivel a harmadik helyre léptek előre a tabellán a fiúk. Az együttes fejlődését egyébként éppen ez a most látható meccs mutatja, hiszen a riválisnak számító Sárit udvarit könnyedén fektették kétvárra 5-0 arányban. A mieink találatait a két gólszerző Parti Péter mellett Pánti Zoltán, Németh Márk és a tavaly még kapusként játszó Károlyi Hunor szerezték. A fejlődés tehát látványosnak mondható, ám ennek ellenére a folyamatos jó produkció az életkori sajátosságokból fakadóan azért még várat magára. Sajnos olyan csapatoknál hullajtottunk pontokat, ahol igazából nem kellett volna, mert ugyanis itt a hazai meccseken is ugye most a Sárit udvarit 5-0-ra vertük, a Nagyhegyest pár héttel ezelőtt 7-0-ra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy valószínűleg a csoport harmadik helyén fogunk végezni. Nagyon sajnálom, hogy nem figyeltünk oda össze jobban ezekre a meccsekre, mert akkor most 5 év után elérhettük volna azt, hogy ezek a gyerekek megyei döntőt játszanak. Igazából nem keserű a szánkíze, mert nagyon jó futballoztak egész évben, főleg itt a második szezonban. Én azt mondom, hogy tényleg, aki kijött, látta a meccséket, az láthatta, hogy tényleg milyen munka folyik nálunk, és tényleg foglalkozunk a gyerekekkel tudatosan felépítve. És ugye a mai mérkőzésen is egy olyan rangadót játszottunk a Sárit udvaron, akik ugye tavasszal még csak a Hajdúszoboszlótól kaptak ki. Azt hiszem 1-0-ra vagy 2-re, már most pontosan nem tudom. És azért itt úgy rúgtunk nekik 5 gólt, hogy egyet se tudtak rúgni, és úgy gondolom, hogy meggyőzően játszottunk. A többi mérkőzésen is ez volt, sajnos a Deacnál, a Berettyújfalón, a Szoboszlóval nem tudtuk berúgni a helyzeteket, és emiatt is úgy érzem, hogy ez az 1-2 pont az így sokba kerül nekünk. Az előre kitűzött cél tehát nem sikerült az idén elérni, ám ezen is túlmenően a legfontosabbat, a gyerekek felfelé áramlását az idősebb csapatokba minden valószínűség szerint sikerül jól megvalósítani. Ami az utánpótlás nevelésünknek ugye az egyik lényeges dolga, többször elmondtuk most például, ebből a csapatból 8-an mennek föl jövőre a serdülőbe, ami már nagyon régen nem volt, úgyhogy helyettük jönnek föl a 2001-2002-esek, akiket már az előbbieket ebbe a bajnokságba szokattunk is, hol többet, hol kevesebbet játszottak, ahogy a mérkőzés engedte, de mindenféleképpen próbáltuk őket szokatni ahhoz, hogy igenis jövőre nekik már is stabilan futballozni kell. Augusztusban kezdődik az új bajnokság, megint megcélozzuk a rájátszást. Véleményem szerint egy picit jobb csapatunk lesz, mint ebben az idényben, ugyanis ha itt a Nagy Rábai különítményt hamarabb ide tudtuk volna igazolni, akkor meggyőződésem, hogy odaérünk az első két hely valamelyikére. Sajnos ők az utolsó pár fordulóba kapcsolódtak be ősszel. Sikerült hozzátenniük, a Parti Peti 10 gól fölött rúgott a bajnokságban, úgy a kapus poszton változás volt, mert a Károlyi Hunor úgy döntött, hogy ő szeretné inkább mezőnybe játszani, és helyére jött a Tóth Alex. Hunorból lett egy csatár, már most az utóbbi két meccsen betalált, a Szoboszlónak is gólt rúgott, most a
Sárét udvarinak is, úgyhogy én nyugodt vagyok, mert olyan embereket adok fel a saját ülőbe, akikkel, ha jövőre nem is, de már két év múlva biztos, hogy eredményesek tudnak lenni, mi pedig a fiatalokkal készülünk a következő idényre. Ami nem sikerült a kisebbeknek, az sikerülhet az U16-os serdülőknek. A Sárét udvari ellen citromsárga mezben játszó mieink ugyanis két fordulóval az alapszakasz vége előtt a második helyen állnak, s 4 pontos az előnyük a harmadik helyezett Józsával szemben. Csapatunk edzője az a Karacs Zoltán, aki a felnőttek szakmai munkáját is irányítja. Nagyon jól sikerült szerepelnünk, idáig 44 pontunk van, a második helyen vagyunk. A mai mérkőzést, illetve a következő mérkőzést meg tudjuk nyerni, akkor valószínű, hogy bekerülünk a rájátszásba. Ami arról szól, hogy ugye a két csoport, az északi csoportból és a déli csoportból az első két helyezett ugye megmérkőzik, és akkor kiderül valójában, hogy ki a bajnok. A mieink a 12 csapatos déli csoportban a Deac mögött állnak a második helyen, és ezt a pozíciót ezután a Sárét udvari derbi után is megőrizték. Igaz, a gólgyártás nehezen indult be, ám végül is fölényes 9-1 arányú diadalt ünnepelhettek meg a lefújást követően. A csapatra egyébként is jellemző a sok rúgott és a kevés kapott gól, s ez az egyik fő erénye a társaságnak. Minden mérkőzésen nagyon-nagyon sok gólt tudtunk rúgni, és nagyon keveset kaptunk. Vannak nagyon gyors embereink, azt mondom, hogy korba érettek, és nagyon ki tudják ezt itt használni. Olyannyira, hogy a bajnokságban a mieink lőtték a legtöbb gólt, immár szám szerint 124 találatnál járnak az eddigi 20 meccsükön, ami ugyebár több mint 6 gólos átlagot jelent. De a kapott gólokat tekintve is a Karacs legények a legjobbak. Eddig mindösszesen 27-szer találtak be az ellenfelek a kapujukba. A 15 győzelmük mellett 2 döntetlen és 3 vereség szerepel a nevük mellett a tabellán. Ezen a mostani meccsen a 9 ladányi gólból Nádházi Sándor 3-at, Olá Dániel és Mila Béla 2-2-t, Nagy Bence és Kovács Viktor 1-1 gólt szerzett. A csapatunk nagy része ugye a helyi iskolákból rakódik össze, talán a Kálvin téri iskolából nincs senki, de amúgy a többi iskolából mindenhonnan, és még ugye a Karas Ferenc gimnázium első osztályos tanulói is vannak a csapatban. Nagy része már képzett, ugye sokan már itt kezdték kiskorba, tehát képzettek, ügyesek, nincs velük probléma, tehát lehet velük foglalkozni, van köztük nagyon sok tehetség. Karacs Zoltán egyébként nem csak a mérkőzéseken nyújtott teljesítménnyel elégedett, hanem a fiúk edzés munkájával is. Nagyon jó velük dolgozni, hála Istennek ugye még itthon tanul mindenki, ki tudnak járni edzésre, egy héten 2, valamikor 3 edzést is tudunk tartani, valamikor még ők szólnak, hogy edzünk már még többet, hogyha lehetséges, és akkor egyértelmű, hogy kötelességem nekem is kijönni. Ha ők is mondják, mert látom rajtuk, hogy akarják, akkor mindenféleképpen csinálunk egy plusz edzést is. Sokan közülük már a ifi edzésre, és valaki már felnőtt edzésre is kiállt, tehát valaki 4-5 edzést sem vesz részt egy héten. Minden bizonnyal ennek is köszönhető, hogy a meccseket az utolsó percig jól bírják a fiúk, s remélhetőleg e sok edzésmunka a bajnokság legvégén éremszerzéssel is párosul majd.